Egyre többen autóznak lejárt műszakival, ez is a járvány egyik következménye. A veszélyhelyzet miatt ugyanis nem kötelező meghosszabbítani a műszakit, és a szervizek szerint sokan élnek ezzel a lehetőséggel, bár pontos kimutatásuk nincsen. Azt kérik azonban, hogy aki teheti, ne várjon. Saját és a többi közlekedő biztonsága miatt is fontos, hogy jó állapotban legyen a kocsi vagy egyéb jármű. Ezzel a gumival már egy métert sem szabad közlekedni. Pedig, mint a példa mutatja, közlekednek. Jován Sándor autószerelő azt mondja, legalább az abroncsok és a fékek állapotára minden autós figyeljen, főleg azok, akik lejárt műszakival közlekednek. Márpedig sokan vannak ilyenek. A veszélyhelyzeti szabályozásnak köszönhetően ugyanis nem kötelező az autók műszaki vizsgáztatása. A budakalászi szakember szerint a kormány segítségével lehet élni, de visszaélni nem. Vagyis aki teheti, vizsgáztassa le autóját. Legyünk túl a műszaki vizsgán. Ha valamiért mégsem, akkor az alapvető dolgokat, gumi, világítási berendezések, biztonsági berendezéseket legalább otthon indulás előtt nézzük meg. A fékhatást ellenőrzik ennél az autónál a Magyar Autóklub műszaki állomásán. Az elmúlt időszakban nagyon lecsökkent a vizsgára jelentkezők száma. A szakmai szervezet igazgatója is arra biztat, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra a műszaki vizsgát, mert ha lejár a veszélyhelyzet, nagyobb lesz a várakozási idő a szervizekben. El kell vinni mindenképp szerelőhöz, átnézetni az autót, és törekedni arra, hogy csúszása kicsivel nagyobbal, de a műszaki vizsgát azért meg kell tenni, saját és másunk a közlekedők biztonsága érdekében, mert ugye a Kressz is kimondja azt, hogy az üzemben tartó felelős a gépjárműve állapotáért. Műszaki vizsgára készítik fel ezt az autót az egyik nyíregyházi műhelyben. A szervizvezető szerint főként az idősebb járműveknél fontosabb, hogy a tulajdonosa lássa, milyen állapotban van autója. Magyarországon az autók átlag életkora sajnos 10 év fölött van, és ez tükrözi az autók műszaki állapotát is. Már ott tartanánk, mint ugye külföldön, ahol fiatalabb autóból van több. Minél idősebb egy autó, annál több a meghibásodás lehetősége. És ugye itt a fék, a futómű, kormányberendezés, elsődleges biztonsági berendezése. A Magyar Biztosítók Szövetségének szakembere pedig arra mutat rá, hogy a műszaki vizsga halasztásának lehetősége nem menti fel az autó tulajdonost, ha balesetet okoz. Ha egy olyan autó okoz műszaki balesetet, amelynek a kimutathatóan a súlyosan elhanyagolt műszaki állapota közrejátszott a balesetben, akkor a biztosító viszontkeresettel élhet a károkozó felé. Ez független attól, hogy van-e műszaki vizsgája, vagy nincs műszaki vizsgája, hiszen, mint azt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény kimondja, súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban lévő autóval nem vehetünk részt a közúti forgalomban. Fontos tudni, hogy lejárt műszaki vizsgával csak Magyarország területén közlekedhetnek a járművek, így például egy külföldi nyaralás előtt mindenképpen meg kell újítani az autó műszakiját.